Na, már most is a hegyen vagyok, de ez még csak az eleje az útnak. Azok a hegyek a célom. A távolban nem tudom, mennyire fog látszani. Azok olyan 1700 valahány méteresek. Egyelőre jól állok, de ez még nagyon az eleje. Az ott a Karen, az pedig Dormirland. Na most már 200 méterre feljebb jutottam, már csak 900 méter van. Elhagytam a falut, most már csak a hegyi utak vannak. Háj! Egy kolléga. Egy szép kis patak és vízesés. De még mindig csak mászok. Most már 960 méteren. Így már csak 7-800 van felfele. 1045 méter. Ott a Karen, Staufenspitze. És lenne a város. Szevasz! Szevasz! Na, múltkor ott voltam, ez a Weissenfluh-Alpe, az meg Bregenzerwald, és valahova megyünk fel. Most már 1450 méteren vagyok, most már nincs olyan sok. Egy hütte, és a búdonító csak a felhők takarják.
Na, arra jutottam, hogy vissza kell forduljak sajnos, pedig nem erre számítottam. Ez az egész út ilyen sziklás. És elég szar felfelé tolni, úgyhogy most lefelé tolom. A kilátás cserébe gyönyörű. Egy darabig még föl tudtam tekerni, de túl nagyok a kövek is. Csak óra bukok belük, bennük. De tényleg. De majd megnézem a másik utat, a másik irányba, hát arra följutok valahova. Na most úgy gondoltam, hogy innen már seggen is leütök. Már nem kell tolni. A kövek még mindig nagyok, de legalább már ritkábbak. Hoppá! Oké, megnézzük a másik utat. Hát, az jobb. Egyelőre meredek. Ha ez is ilyen sziklás, akkor hagyjuk. A mörcel spritze a cél. Ez az út sem adta ki. Inkább visszafordulok, mielőtt lezuhanok. Pedig ez nem is volt még annyira vészes, mint ez a másik. Ez is sziklás, de sokkal laposabb kövek vannak. Jobban járható. A fékek egyelőre jól bírják. Lehet csúszkálni. Ha ennél nem lesz rosszabb, akkor győzöm. Ha rosszabb, akkor beszívtam. Talán erre. Vagy arra. Ilyenre a mai napon nem számítottam, de kell néha ez is. Itt a folytatás, ez valamivel barátságosabb. Hát legalább nem vizes és csúszós, mint a másik volt. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy hová lyukadok ki a végén. Wow! Azért ez is trükkös.
Ha van itt más biciklinyom is, úgyhogy másnak is ez volt a perverzitás, hogy erre jöjjön. Bízunk benne, hogy van innen levezető út. Igen, ez aztán csúszik. És kezd a cipőm is totál vizes lenni. És nézzenek oda! Eljutottam valahova. Akkor erre tovább. Na, ez az, ahol régen toltam, mert meredeknek is ijesztőnek ítéltem. De most már egész könnyedén le tudok jönni. Hello! Ezt a csoda szép. Csí. Na, ez is egy olyan szakasz volt, ahol azelőtt inkább toltam. Csak semmit nem látok. Köszönöm!